Ezzel kezdtük az adást, hogy két évig tagadták, hogy Soros Györgynek köze lehetett a milliárdokhoz, amelyeket az Orbán kormány megbuktatására adtak Amerikában, de aztán lebuktak. Tarnai Kristóf újságíró a vendégem, illetve Kohán Mátyás és a Mandiner munkatársa. Szervusztok, jó estét kívánok! Jó estét! Szóval Korányi, ahogy Lacsari Inc is mondta, lebukott, kijöttek ezek a tények, Soros Györgytől jön ez a pénz. Milyen politikai következményei lesznek ennek közép és hosszú távon, Matyi? Semmilyenek, mert a magyarországi ellenzéki választók megbocsátották egyébként a saját pártjaiknak, hogy 1200 másik hibájuk és alkalmatlanságuk mellé még ezt a hibát, alkalmatlanságot és hazárulást is elkövették, tehát én nem számolok jelentőkeny politikai következményekkel. Az viszont egészen világos, hát a maga a politikai következménye az, hogy ami a jobb oldal részéről egy jó ideig védelem volt, aztán ellenzéki politikus nyilatkozatokkal megtámasztott védelem, aztán nemzetbiztonsági szolgálatok jelentéseivel megtámasztott védelem, az most olyan tényé válik, amit kimondtak maguk az illetékesek, akik benne voltak ebben a buliban, innen már elég nehéz visszatáncolni. Csak hogy jól értem, hogy a Soros György magyar állampolgár, tehát hogyha ezt nem egy külföldi szervezeten keresztül adja ezt a támogatást, akkor jól értem, hogy ez teljesen legális lesz. Így van, teljesen jól értem, ez abszolút teljes mértékben legális, magának a ténynek kell itt kikerülni. Ebből a szempontból most azon gondolkodtam, hogy az, hogyha ez tényleg Soros György adta a pénzt, az nem éppen enyhítő körülmény. Ő akár, hogyha talán Unger Péter mondta el valamelyik podcastban, hogy ha akarja, akkor egyszerűen a közönbe leközölheti, hogy ő adott ennyi pénzt. Tehát, az ilyen meg olyan. Ennek nem büntetőjogi jelentőség, hanem politikai, hogy a magyarországi ellenzék Soros György pénzéből óhatja megbuktatni a kormányt. Most ez tehát teljesen legális, persze, csak ennek a politikai ténynek kin kell lenni az asztal. Csak nem tudom, hogy ez az ÁSZ jelentés, és az ÁSZ büntetést esetleg fogja befolyásolni. Jó, azért azt szerintem tegyük hozzá, hogy itt azért ilyen nehezen ellenőrizhető eredetű kis videók kerültek ki a Twitterre, és akkor ugye ez beszél rajta, akinek. Ezek jelöl, hát igen, ugye senki már, nem cáfolt. Hát látunk, hát azt nem tudom, hogy cáfoltak, láttunk olyat, hát oké, láttunk már korábban hasonlókat, ugye emlékszünk, hogy titkosszolgálati módszerekkel voltak, hogy állásinterjúnak hazudva, átverve magyar civil szervezetek vezetői. Ezt sem mondta senki, hogy őt félrevezették, megtévesztették, és ugye nem az ő hangján beszél ott, a Korányi ott, Dávid feje. Igen, ott se az volt, hogy nem ő hangját, nem deepfake volt, ott itt csak annyi volt, hogy ilyen kontextusból kiragadott embereket. Milyen kontextusban mondod azt, hogy igen, Soros jobban ajándékozó, hogy szeretnék leváltani a magyarországi kormányt, de milyen kontextusban? Én csak annyit mondtam, hogy ezeket az ilyen teljesen nehezen előrizhető hátterű videókat azért én így fenntartásokkal kezelném, ennyit mondok. Kezeljük fenntartásokkal, nem kell a benne lévő idézeteken kívül semmilyen más következtetést alapvetően levonni, de azok elég kemény benne vannak, de aki kérdezett, akármilyen módszerekkel kérdezett, jó munkát végzett, mert mindig elég alaposan rákérdezett a Sorossal kapcsolatos részletekre, ott vannak azok a mondatok. Abban egyetértek, hogy majd meg kell kérdezni a rajta szereplő embereket, hogy reagáljanak erre valamit. Hát így van. Ha már eddig maguktól nem tették. De ugye egy érdekes belpolitikai vonulata is ennek, hiszen két évig akkor ezek szerint, ezeknek a videóknak a fényében végig hazudott a magyar ellenzék, sorozatosan, szándékosan és tudatosan félrevezették a magyar közvéleményt azzal kapcsolatban, hogy ők nem tudják, hogy honnan van ez a pénz. Ezt a meglepetést, Vili, ezt a igazából én azt nem tudom, tehát hogy azért azt többször láttuk már, hogy az egész ilyen kampányfinanszírozási sztorinál, ugye a ellenzéki pártok jelentős része ugye azt mondja, hogy ő igazából, hát hogy is mondjam, nagyon kevés információval rendelkezett erről. Igazából tényleg furcsa, egyrészt mert olyan pénzösszegekről van szó, ami hát mérsékelten látszott ezen a kampányon. Ez szerintem ez egy érdekes körülmény, és jó, de hát ez... És én nem tudom, hogy tényleg, könnyen lehet, hogy tényleg az a helyzet, amit többen mondanak, hogy bizonyos pártoknak, bizonyos emberei nem tudom, hogy milyen mértékig látták ezt az egész rendszert. Tehát én nekem egyébként van erről egy elméletem, szerintem itt régi rutinos politikai rókák lukat beszéltek Márki-Zay stábjának a hasába, hogy neked az lesz a... ungárista elméletnek a híve. Az lesz a... Lehet, hogy tudtamon kívül, igen. Az lesz a világ legjobb dolga, hogyha a datadat és egyéb cégeknek a rendkívül klassz szolgáltatásait fogod igénybe venni, és egy ponton túl azt mondták, hogy jó, és akkor egyébként, amit ők gyűjtöttek pénzt, annak jelentős része hozzájuk került. Ez csak az én elméletem. Nem tudom, itt az a kulcs igazából, hogy különböző ellenzéki szereplők mennyire látták legált, ezt az azért elég zavaros. Hát Márki-Zay azt mondta, hogy kevés dolgot tud, de egy biztos, hogy nem a Sorostól jött. A Gyurcsány azt mondta, hogy hát nem a Sorostól jött, és de még azon belül is, az biztos, hogy nem kampány, a nulla is nem kampány.
kormányra érkezett akkor. Hát és lehetett Márki-Zay Péternek ugye van egy olyan állítása, hogy ezek nem ellenőrizhető anonim adományozók, de az biztos, hogy nem Sorostól jött. Ugye ez önmagában a két állítás önmagában kizárja egymást, de nyilván az egy kérdés persze, hogy fontos-e nekünk gyakorló emberbetegek közéleti állásfoglalásaival, mint tény foglalkoznunk, nem biztos, hogy erre nagy szükség van. Hát az, de maga a tény, ami borzasztóan fontos, az az, hogy semmilyen varázsdoboz, semmilyen rolnizott fontok, meg semmiféle ilyen mikroadományozás nem volt, az volt, és ezzel mind tény számolnia kell a magyarországi választóknak, hogy vannak olyan külföldi erők ezen az országon kívül, részben az Orbán kormány külpolitikájának következtében, akik óhajtják azt, hogy leváltsák az Orbán kormányt. És egy magyar állampolgár, aki történetesen az Egyesült Államokban él, akkor az, hát az Korányi Dávid magyar állampolgár, Soros György magyar állampolgár, kiderül, hogy tulajdonképpen magyarok. Hát ha ezt szeretnénk mondani, hogy rendben van, hogy Soros György a magyar ellenzéket finanszírozza, hogy... és ők így szeretnék választást megnyerni, akkor mondd azt, hogy rendben van, és akkor leidézzük, hogy Tarnay Kristóf szerint rendben van, hogy Soros György finanszírozza a magyarországi. Én nekem nem tisztem ezt szerintem megítélni, mások elmebetegnek nyilvánításától azért elhatárolódom, de hogy szerintem az van, hogy ha tényleg, azért még mindig azt mondom, hogy ezeket a videókat azért ilyen, hogy mondjam, szentírásnak nem tekinteném, de hogy ha tényleg ez igaz, mert és mondjuk ez ennél kicsit fajsúlyosabb bizonyítást nyer, akkor azt nem értem, hogy ebben az esetben egy külföldi szervezetet miért vontak bele, hiszen akkor tényleg az van, hogy magyar állampolgárok adtak rá pénzt, Soros György, Korányi Dávid. De miért kellett tagadni? Tehát miért kellett olyan sztorikat fölépíteni, hogy a külföldi amerikai mikroadományok, még az útlevélszámokat is fölírtuk mindenkinek. Kiderült, hogy nem volt útlevélszám. Akkor utána kiderült, hogy intézmények is adtak pénzt, ha nem volt útlevél, de az Open Society Foundation nem adott. Aztán kiderült, hogy az is adott. És akkor ennek a végén a tetejére jöttek az adományládikák. Tehát egyébként, hogyha úgy járt volna az ellenzék, ahogyan te most elmondod, tehát Márki-Zay Péter kiállt volna 22. április 8-án 2-t kiarudva magát a Veresély út, és azt mondta volna, hogy Soros György pénzéből csináltuk a kampányt, nem volna semmilyen átvizsgálat. Épp ezért, mert tehát, hogy az ellenzék volt éppen a maga fejére hozott egy botrányt ezzel, mert belekevert egy teljesen felesleges amerikai aktort egy olyan történetben, ami voltak éppen magyar állampolgárok között zajlott, de nyilván ők is érezték ennek a politikai vállalhatatlanságát. Tehát elég ciki Magyarországon Soros pénzéből kampányolni. Jó, bár azért annak idején Orbán Viktornak nem volt ciki, nem tudom. Nem kampányolás volt. Hát pártot abból fizették, nem? Hát a pártot abból. A Fidesznek a költségeid annak idején még. Hát meg a Fidesz. A Soros Alapítvány Fideszt is támogatta. Hát én nem tudom, én nekem nem tisztem megvédeni őket, csak erre akarta fejlődni, ez egy furcsa. Egyezünk meg ebben a tényben, hogy Soros finanszírozta az ellenzéket. Hogy ezt nem tudjuk, én azért ezt hozzáteném, hogy ez egy feltételezés, de mindesetre ez egy furcsa, hogy akkor ha így volt, akkor miért vontak be amerikai szervezetek? Jó, hát lehet, hogy ez csak egy szokás, hogy ilyen sztorikat gyártanak a bal oldalon, és akkor... A Facebook is díjazza azt, hogy valaki nagy történet. Ez így van. Na, viszont itt van egy aggasztó kérdés, hogy hogyan kerültek ezek a magyar állampolgárok adatai külföldi adatkezelőkhöz, és aztán onnan érkeztek vissza ezek a bizonyos SMS-ek névre szólóan. Erre miért volt szükség vajon? Hát ez nem jó embert a kérdező, nem. Kérdezem, hát ha van egy elmélet. Nem volt, hát nem tudom, én ugyanazt tudom mondani, hogy van ez a datadat, ezért tudjuk jól, hogy azért ez a régi baloldali szereplőkhöz jól bekötött cégről van szó. Én továbbra is azt gondolom, hogy itt, hogy is mondjam, jó meggyőző képességgel rendelkező emberek, a megfelelő embereket sikeresen meggyőzték arról, hogy ez a világ legjobb kampány stratégiá. Egyébként volt is valamilyen szintű muníciójuk, arra emlékszünk a Cambridge Analytica botrány, hogy azért ez a fajta dolog ez működni tud. Hát igazából ugye korábban még most direkt nem hiszem, hogy korábban volt egyébként a datadatnak egy olyan közleménye, hogy egy korábbi vizsgálat őket nem az volt, hogy akkor nem volt jogsértés, ugye most kijött az, hogy elvileg akkor ugye volt jogsértés, hát ha volt jogsértés, akkor vizsgálják ki, szankcionálják, hogyha erre szükség van, erre nem. Az itt a jó meggyőző képesség, ez hadd tegyem hozzá ezt az epizódot, muszáj leszek akkor megint csak az Ungárt idézni, mert ő volt az egyetlen az ellenzékből, aki erről viszonylag nyíltan beszélt, hogy itt mi történt. Tehát, hogy egy moldáv fegyverkereskedő és maffiózó modorával próbálta meggyőzni az Szigetvári Viktor kiváló meggyőző képességével a birtokában arról, hogy vegye igénybe a datadatnak a szolgáltatásait, és jelzem tisztelettel. Tehát a következő datadat botrány az itt van a sarkon, mert most bukkantam rá nem olyan régen a Juhász Péternek a polgármesteri kampány oldalára. Na ott is az a datadat az adatkezelő, az a helyzet. Tehát a datadat az él, nem vészel, csak átalakul, és a továbbiakban is aktív szerepet kíván vállalni. Szerintem annyira nem meglepő, hogy ezek után nem oszlottak fel. Tehát, hogy... Hát engem azért valamennyire meglepő, hogy legalább nevet nem változtattak, és nem mentek át Észtországból Litvániába.
Különös helyen bukkant fel az amerikai nagykövet ma délután, a parlamentben járt és bejelentkezett, mint egy sürgetőleg lépve fel. Nem csak ő. Igen, nem csak, több más nagykövet társaságában, NATO országok nagyköveteinek a társaságában sürgetően lépett fel, hogy Magyarország, vagy a magyar parlament legyen szíves már is azonnal, és minél előbb is izibe lép, támogassa Svédországnak a NATO csatlakozását. Mi köze lehet szerintetek ahhoz, hogy a svéd sajtó is elkezdte a svéd miniszterelnököt vegzálni azzal, hogy miért nem jön már el Budapestre, és miért nem beszél, hogyha ez egyszer annyira fontos. Szerintem ez a svéd sajtó helyében érthető. Itt azért az fontos elmondani, itt nem arról van szó, hogy David Pressmannek az, ami magánakciója volt, hanem itt a NATO tagságának egy jelentős része frusztrált és türelmetlen Magyarországgal kapcsolatban. Ugye itt köztük azért a szlovák nagykövet, hogy azért érdekes, hogy állítólag most Szlovákiával Orbánéknak nagyon jó a viszonya. A nagykövetet nem a kormány instruálja. Hát de azért mégis csak az ország. Nem váltott, hát, az országot képviseli, csak ez egy ilyen érdekesség. Én nem tudom, szóval igazából itt azt kell látni, hogy Magyarország egy ilyen nagyon nehezen megmagyarázható pozícióba került. Tehát tulajdonképpen azon kívül, hogy most egy kicsit ez egy ilyen, ez a magyar kormány egójának jót tesz, hogy ide citáljuk a svéd miniszterelnököt, és még előszobáztatjuk őket egy hosszú ideig, én igazából nem látom, hogy milyen konkrét kézzelfogható kérése, követelése, várakozása van. Ugye a törököknek, a törökök világosan elmondták, elég megosztó, vitatott dolgaik voltak, de elmondták. A magyar kormány meg ilyen alibi dolgokat mond, amit igazából nagyon nehéz kormány. Egyszer azt rója föl a magyar kormánynak, hogy opportunista módon mindig kér valamit a külpolitikai döntésekkel cserében, most éppen az a baj, nem kér semmit. Hát de nem az a baj, hát az a baj, hogy az összes NATO tagállam elfogadta. Na most azért, hogyha Magyarország, mert én iszonyatosan hosszú ideje húzza, akkor arra valami racionális magyarázattal mégiscsak illene előállni. Nem az a helyzet, hogy nincs ilyen magyarázat, vagy nincs ilyen kifejezett igény, hanem az van, hogy ez valamennyire szokatlan diplomácia világában, mert itt nem arról van szó, hogy 5 darab svéd húsgolyót szeretnénk kérni, meg még 3 grippent, hanem tiszteletet. Ez azért egy nehéz dolog, mert a tiszteletet nehéz átadni egy ládikában. De ugye a helyzet az, hogy Magyarország kormányának valamilyen módon, meg a Fidesznek meg kell oldania azt a helyzetet, hogy Svédország arra képesnek érzi magát, hogy olyan országgal, amelyikkel katonai szövetséget kíván felépíteni, annak egyébként az ő érdekeit konkrétan gazdasági politikai értelemben sértő döntéseket hozzon. Ezt kell feloldani valahogy. A tiszteletet általában kiérdemelni szokták, nem kikövetel. Kohán Mátyás, Tarnay Kristóf, köszönöm, hogy itt voltatok.